Sátoraljóhelyváros önkormányzat képviselőtestülete, ügyrendi és nemzetiségi bizottsága két napi rendi pontot tárgyalt. Közterület elnevezésre irányuló javaslattételt és a Sátoraljóhely és Hegyköz együttműködésért egyesület névhasználati jogáról szóltak a napi rendi pontok. Az első napi rendi pont egy közterület elnevezés. Itt mi nem foglaltunk állást, mivel Károlyfalvát érinti. Tisztelettel kértük elnök asszonyt, illetve a városrészi önkormányzatot, hogy itt helyben tárgyalják meg, és tegyenek ők javaslatot az ott lakók érdekeit figyelembe véve erre a közterület elnevezése. A másik pedig, ugye a Sátoraljóhely névhasználat az nem automatikus, hogyha egy egyesület szeretné kérni Sátoraljóhely névhasználatát, akkor a bizottságnak hozzá kell járulni, illetve a testület elé is kerül majd, és hát természetesen nagyon örülünk neki, hogyha olyan testületek létrejönnek, amely a város működését, pályázatokban való együttműködését segíti. Ugye ez most a Hegyközre terjed ki. Ez az egyesület kérte a Sátoraljóhely elnevezés használatát, amelyhez örömmel hozzájárultunk. Sátoraljóhely város önkormányzat képviselőtestülete gazdasági városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottsága négy napi rendi pontot tárgyalt nyílt és egyet zárt ülésen, melyek többsége önkormányzati vagyonhasznosításról szólt. A vagyongazdálkodási tömbben több részből állt és sok-sok kérelemből. Ennek jó része felajánlás volt az önkormányzat részére. A bizottság alaposan megtárgyalta egyenként ezeket a felajánlásokat. Volt olyan eset, ahol igen, támogatja az ingatlannak a megvásárlását, a többségében viszont nem. De ezt megelőzően volt egy napi rendi pont, amely közterület elnevezéséről szólt. Van egy olyan szabály, hogy ha egy út mellett lakóház van, akkor annak a közterületnek, útnak, utcának nevének is kell lenni. Károlyfalvi bekötő útból ágazik le, ott a nagy transformátorállomás felé egy utca, 120-valahány méter hosszan, amelynek nincsen neve, és ennek most nevet kellett keresni. Több ötlet is felmerült, Alállomás utca és más egyéb utcanevek. A vagyongazdálkodási bizottság azt a javaslatot tette, és holnap is azt a javaslatot fogja tenni a képviselőtestület ülésen, hogy Bláti Otto utca legyen. A Szociális és Egészségügyi Bizottság öt napi rendi pontot nyílt, és egyet zárt ülés során tárgyalt. Egészségügyi vonatkozásúak voltak az előterjesztések, illetve napirendek. A dr. Hegedűs Jolán gyermekházi orvos számolt be az 5 éves szakmai munkájáról. Elégedettek vagyunk doktornőnek a munkájával, és bízunk benne, hogy a későbbiekben is számíthatunk rá. Valamint 3 orvosi körzet vonatkozásában területi ellátási szerződés megkötésének a javaslatát tárgyalta a bizottság. Dr. Csomós Katalin, dr. Karika Margó és dr. Kemecsei Miklós gyermek, illetve házi, felnőtt házi orvosok vonatkozásában teszünk javaslatot arra, hogy a képviselőtestület további 5 évre kössön velük szerződést. Utolsó nyílt napirendi pontban a bizottság a 4-es számú fogorvosi körzet új fogorvosának szerződése elfogadására tett javaslatot.